tisztelt megemlékező közönség, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkön. Megemlékezésünk elején kérem, közösen énekeljük el a magyar hírót. Szörnyűbb dolog, amit átélt az emberiség. Én akkor születtem. Budapest egyik régoltalmi pincéjébe, 1945 tavaszán. Apám és anyám örültek, hogy én megszülettem, és hogy vége a háborúnak. Szétlőtt terek és lerombolt házak fogadtak engem. Kövek és törmelékek között volt az első játszóterem. Szüleim mégis azt mondták, nem baj, ha a romok között kell új világot teremteniük. Ha közben nyugalom, és béke van. Csak még egyszer gyere lenni, a rizsdobból elmondtál lenni. Csak külmeni, csak fogál lenni, és engedj újra kivétel látszom. Még egyszer csak új jövő, vízben kövek a lentőszkedő. Félelmes, álmos kor, ízekben bőr alatt megőszkedő. Végesen új jövő, kövek a lentőszkedő. A totális állam kiépítése. A kommunista vezetők az osztályharc fokozódását hirdették. Állandó jelszavakká váltak az éberség fokozása, az ellenség keresése. Mindez valójában a szembeszegülőkkel való leszámolást jelentette. Több százezer ember ellen folyt eljárás. Több tízezer ember került börtönökbe, internáló vagy munkatáborokba. Svitek István 1951-ben 26 éves volt. 1951. október 23-án kivégezték, illegális fegyveres szervezkedés büntetve miatt. Felakasztották, mert nem akart fejet hajtani a diktatúra előtt. Földműves emberek voltunk. Akkor július eleje volt, aratás időszaka. Este fáradtan jöttünk haza munkából. Éjszaka a kutya ugatni kezdett. Anyám odaszólt. Pista fiam, nézd meg, mi van odakint. Nagy csörömpörés van. Ugat a kutya. Megyek ki, kopognak az ajtón.
Kérdem, ki az? A pénzügyőrség. Hivatalos szer, nyitom az ajtót. Már is nekem szegezték. Ki lakik itt? Svitek István. Apám is odaszólt. Mit akarnak itt? Kik maguk? Be sem mutatkoznak. Te biztos vén kulák, mert bemutatkozunk. S fogta a pénztárcámat, és kiszólta belőle a pénzt. Vesztemre, odaszóltam. Uraim, ez is fegyve. Ezért a bátorságomért a vesémmel fizettem. Te rohadt fasiszta! A szökésmezt kísérelni úgy teletörünk kólommal, hogy csak ocskavasnak vesznek meg. Hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. A nyugalomban, e bilincsunalomban, a záporzuhogásban, az égigérő rácsban. Stojki! 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 Jandó Ferenc, 1951-ben 34 éves volt. 1951. október 23-án kivégezték. Illegális fegyveres szervezkedés vádjával. Felakasztották, ártatlanul. Az István Terki főműhelyben dolgozott, és ugyanígy, mivel szerette a zenét, tagja volt a Vasutas zenekarnak is. A szüleit 50 volt földdel kuláknak nyilvánították, helyettük a fiúkat vitték el. Nagyon sajnálom a Ferit, mert ilyen munkásról nem volt még egy. Sohasem zúgolódott, ha azt mondtam, hogy tovább kell túlórázni, bent kell maradni. Nagyon jó munkás volt. Nagyon sajnálom, nagyon jó ember volt. Jandó Ferenc feleségét és három gyermekét hagyta itt. Az asszony csak 1954-ben tudta meg, hogy a fiát kivégezték. Azt sem tudtam, hogy él vagy hal, vagy mi van vele. Úgy tudtam meg, hogy tényleg meghalt, hogy a kisebb fia megbetegedett rá három évre. Be kellett vinni a kórházba. Mivel nem volt esztékája, fizetni kellett volna. Az orvos mondta, kérvényeznem, hogy ne kelljen fizetnem. Mondtam, bemegyek a tanácsra, s kérek szegénységi igazolványt. És bementem a tanácsra. Délután volt. Az anyakönyvvezető éppen ott volt. Előhozta és kezdi nekem csinálni a papírokat. Az első kérdése az volt, hogy a fiú édesapja hol dolgozik. Az édesapja, azt én is szeretném tudni, hogy hol van. Erre ő hátrafordult, elővette egy papírköteget, belenézett aztán rám, és bólintott a fejével, hogy el van könyvelve valaknak. Elém rakta a 17-es anyakönyvet, hogy olvassam el. De én akkor már nem tudtam olvasni. Ott zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a vallató szobában, nem csak az éjszakába kiáltó őrszavában. Stojki, így is szudás, stoja haverina! Megkezdődtek a kitelepítések. Családok ezreit hurcolták 12 alföldi munkatáborba. Alig egy órájuk volt, hogy ingóságaikat összeszedjék. Irataikat elvették, új lakhelyükön csak mint egy fél méter széles ágon kaptak helyet. Balogh Sándor, 45 éves, földműves. Balogh Sándorné, 43 éves. Balogh Erzsébet, 15 éves. Balogh Jolán, 9 éves. Ma is látom magam. Állok az istálló falánál, szutykosan, éhesen, mezitláb. Éhes vagyok, mindig és rettenetesen. Elképzelem az otthoni asztalunkat, rajta sok finomságot. Ettől még éhesebb vagyok. Ábrándozásomból az őrzökkel ki a rohadt kutyájával. Elzavar, szidja az anyámat, a fajtámat. Én pedig futok. Testvérem a szalmán kuporokban nyöszörök. Mellé ülök. A hodály másik felében a birkák bégetnek. Elkap a méreg, átordítok. Fogjátok be a pofátokat. Sírva fakadok. Elképzelem a házat, a hófehér gyerekszobát, a diófát, amitől nem engedett az ápos elbúcsúzni. Megvert. Hiányzik apám. Amikor letartóztatták és kikísérték a zsiphez, az egyik cél belerúgott. Jó lenne aludni. Azt nem hagynak. Éjszaka sem. Elemlámpával belevilágítanak a szemembe,
Sorakozó, ott aztán van ordítás. A parancsnok szerint mi vagyunk az ország rákfenéje, fekély a nép testén, és persze itt fogunk megdögleni. Álmomban virágos réten futok hazafelé, csak innen el, haza, a városba, a házba, ahol vasárnap délután apám még kártyáznak a teraszon. Viccelődnek, én pedig a lépcsőn krumplicukrot majszolok. 60. Hol van 60? Az iskolám, a harmadik osztály, a tanítónéni, a gyerekek. Ki ül most Zsuzsa mellett? És hol van a úrjel meg Géza atya? Ki lopta el tőlem mindezt? A nyüzsgőjégi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból. Stojj ki! Kudányos! Hogy állnak van? Nóta. Mondom, Nóta! Gyertek, lányok, állni! Gyertek, lányok! Álljál! Mi ez? Talán nem tetszik? Vidámabban, hangosabban! Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe, szóljatok rózsát a rákosi eltárs elébe, hadd járjon ő a rózsában bokáig, zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a talpra álltan harsagott éjjelekben, hurrákban, énekekben. Hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak az elnyedetlen tapsoló tenyerekben. Stojj ki! Stojj ki! Állj, higgyi! Higgyi! Végül egy nép azt mondta, elég volt. Semmit, csak érzed, hogy megnyílt a föld.
baj. Most már nem lesz semmi baj. Most szépen rendet rakunk, és megvacsorálunk. Mi volt ez, apa? Az emberek többsége úgy gondolja, hogy jobb lenne, hogyha az oroszok végre elhagynák az országot, és hagynának bennünket nyugodtan élni. De tényleg vacsorázunk már? Csak krumplik van. Másnak még az sincsen. Igazad van, apa. Azt hallottam, hogy vidéken az emberek éheznek. Jöttek a katonák, és lesöpörték a padlásra a búzát. Szegények, a gyerekeket sajnálom a legjobban. Ők semmiről sem találnak. Imádkozzunk! Jöjjön Jézus, jelentéjünk rá, nem tettem. Mária, szedjél a többieknek, én azt bekapcsolom a rádiót, hát hallunk. Na, és mi volt veled a munkahelyeden? Kirúgtak tőlünk két munkást, összevesztek a munkát. Biztosan azok is csak lázat hoztak. Nem, ők jó emberek voltak, és jót akartak. Állítólag a pártitkárnak adtak ki őket. Nálunk is nagy hatalma a pártitkárnak, de tudod, lányom, okosnak kell lenni. Nem lehet mindig a saját véleményünket mondani. Még akkor sem, ha jót akarunk. Lehet, hogy igazad van, de az is lehet, hogy nem. Én az őszinteségben hiszek, és az igazságban. Én meg már lassan semmiben sem hiszek. Mi a krumplis tésztában sem. Egész este komoly zene szól a rádió. Hogy lehetséges? Kitört a forradalom? Kérdse meg, Bandi bácsi! Ledöntöttük a Sztálin szobrot! Vége az elnyomásnak! Szabadok vagyunk! Szabadok vagyunk mi? Akkor leszünk szabadok, ha lesz bennünk! Nem ilyen nem ismertelek meg, apa! Régen te is fontosnak tartottad a szabadságot! És most, amikor harcolni kellett, elbújszik egy gyáva egész! Hogy beszélsz az apádban, Mária? Nem vagyok zsáva! Akkor gyere velünk a térre! Veletek megyek! De vért nem akarok mondani. Bölcsődött, s majd a sírod is, mely ápol, s eltakar. Talapra, hogy van?
Szia, haza! Itt az idő, most vacsora, rakunk elő, vagy szabadon? Ez a kérdés, választhatok! Feltámadott a tenger, népek tengere, ijesztve eget földre, szilárd hullámok átlen szédik ölleje. Hazád van elég? Barátom, kejtő és gyermekező számodat, talpra Petőfi sírodat házom, szólj még egyszer a szabadságon. Hazád van elég úgy, mint helyégen volnál, zászlók nélkül, erőtlenül és némen. A tanítás a budapesti iskolákban. Az orosz nyelv oktatását eltörlik. Maléter Pál honvédelmi minisztert behívják a tököli laktanyába, hogy tájékoztassák a szovjet csapatok kivonásáról. Elmennek! Hazamennek az oroszok! Mondjátok, hogy már torkunkon a kés. Beszéljetek közelgő, hosszú gyászról, mély süllyedésről, biztos pusztulásról. Engem nem egy meg gyáva csüggedés. Szentül hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészelmes élni fog. Többet kiküzdött és kiszenvedett, hiszen vértenger, temető a múlt. Vetettek rá halálos szolgaságot, írtották szörnyen. Ám de a levágott törzsek helyén még szebb erdő virult. Hányszor harsogták kár örömmel vége, s csak arra szolgált minden veresége, hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar nem vészes élni fog. Szükség van arra nemzetem, hogy én. Mert bár hibát sok, s bűnös sorja nagy, van egy erényed, mely fényt vette rád, s melyet az Isten mindent megbocsát, hogy a szabadság legjobb védője vagy. Ezért hiszem, akármit mondjatok, hogy a magyar örökre élni fog. Bízom, s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk ki trónusán bírói széket ül. És hogyha minden búra bajra válik, romok között is hirdetem halálig. Erős, nagy hittel, rendületlenül. Legyen bár sorsunk még oly mostoha, él a magyar, s nem veszed el soha. Boldog asszony anyánk, végig. Jesus.
Köszönjük szépen a Páduai Szent Antal iskolának a színvonalas műsort, és most felkérem Vitéz Sándor Fiotto urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt piliscsabai polgárok, kedves fiatalok, polgármester úr, tisztelendő urak! Ma megemlékezünk egy 58 évvel történt eseményről. Kicsit másképp, mint ahogy azt ma tálalják a politikusok és újságírók. Talán egy szemtanú, aki közvetlen közelébe volt az eseményeknek, esetleg még puskaport is szagolt, egyszerűbben és hitelesen tud emlékezni a nemzete és a saját dolgairól. Nemzeti ünnepünk alkalmából egy kerekasztal beszélgetésre volt a meghívva, ahol Wittner Máriával együtt feltették a kérdést, hogy mi volt a legszebb emlékünk a forradalomról. Nekem az első pár nap, amikor oly kegyelembe részesült a magyar nép, hogy minden magyar szerette egymást. Ami nagyon ritka dolog még manapság is, hogy a magyar nemzet minden tagja egyetért abban, hogy szabad akar lenni. Szabad hazában kíván élni. Elege volt már a sok megaláztatásból. Ebben az eufórikus hangulatban, semmivel sem törődve, még az életünk kockáztatásával is képesek voltunk az ellenséggel szembenézni, a hazáért meghalni. 10 évvel a II. Világháború után nem volt ám semmi farkas szemet nézni a volt ellenséggel. A ruszkik haza, szabad Magyarországot jelszavaknak értelmük lett. Nem féltünk szembenézni a ruszki tankokkal a halállal. Legelőször a fiatalok, az egyetemisták voltak azok, akik a tettek mezejére léptek. Idézzük fel a történelmi napokat. Október 22-e, késő éjszakáig ülésezik a Műszaki Egyetem diáksága. Tüntetést szerveznek. A lengyel szolidaritási mozgalom mellett tudnilik Poznanban a sztrájkoló hajógyári munkásokba belelőtek, és sok volt a halott. Egyben megszövegezték és elfogadták a 16 pontot, a mi nemzeti követeléseinket. Ami 23-án történt, az példaértékű az egész világ számára. Fiatalok, legyetek büszkék az 56-os srácokra. Persze a Magyar Dolgozók Pártja nem tartja helyesnek a tüntetést. 12 óra 53 perckor a Kossuth Rádió megszakítja az adását. Piros László belügyminiszter betiltja a gyűléseket. 14 órakor Batta László honvédelmi miniszter engedélyezi a katonáknak a tüntetésen való részvételt. 14 óra 23-kor a rádió újabb közleménye, Piros belügyminiszter engedélyezi a rendezvény megtartását. Ekkor már mindenki nevet rajtuk. Senki sem veszi komolyan őket. Az egyetemi ifjúság először a Petőfi szoborhoz vonult, a tömeg előtt Sinkovics Imre elszavarta a nemzeti dalt. Egy diák felolvasta a 16 pontot. Közben csatlakoztak a tüntetőkhöz a délelőtti műszak dolgozói, és elindultak a BEM szobor felé, úgy 200 000 lehettek. A Margit hídon át közben többfelé elhangzik Vesszen Rákosi, Vesszen Gerő,
Később halkan, majd erősebben ruszkik haza, szabad Magyarországot. A szobor előtt Veres Péter felolvassa az írók kiáltványát. Majd Besenyei Ferenc elszavalja a szózatot. Egyesek kivágják a zászlóból a gyűlölt kommunista címert. 17 óra körül ér a tömeg a Kossuth térre. 18 órakor egy kisebb csoport a Sztálin szobrot döntögeti. 18.30 lekapcsolják az áramot a Kossuth téren. Eközben a rádiónál nem akarják beolvasni a 16 pontot. 19 óra körül kitör a fegyveres harc. És ekkor, ha kis időre is, meglátogatott bennünket a szabadság mámora. Vaj, mi vezetett ide? Milyen előzmények keserítették meg ennyire az emberek lelkét? Hallgassuk meg Wittner Máriát. Vádoljuk őket, mert Lenini utat a nagy igyekezettel honfitársaink csontjaival kövezték ki. A világ legdrágább, legfájdalmasabb útja ez, és a továbbhaladást tétje milliónyi emberének. Megjegyzem, 100 millió ember életét követelte a kommunizmus. Vádoljuk őket, mert nemzetünk kiváló polgárait küldték Bitófára, és gyalázták meg holtukban is. Itt is egy kis kitérő. Kátránypapírba csomagolták a halottakat, a kivégzetteket, és hasra fekve temették el. Vádoljuk őket a gulágon embertelen körülmények között elpusztult honfitársaink nevébe. Vádoljuk őket otthonoktól megfosztott, kitelepített polgárok nevében, kiknek kiszemelt otthonába betelepettek, elrabolva egy élet munkáját. Lásd, Gyurcsán Ferenc villája a Rózsadombon. Vádoljuk őket a Recski haláltáborban megkínzott, megalázott emberek nevében. Vádoljuk őket a munkaszolgálatosok nevében. Vádoljuk őket a 298-as parcella halottainak nevében. Az AVH, mint erőszakszervezetük által fogva tartott, megkínzott, agyonvert emberek nevében. Vádoljuk őket 6 millió meg nem született magyar gyermek nevébe. Vádoljuk őket a legfőbb érték az ember nevébe, akit egy tolvonással küldtek Bitófára, vagy zártak börtönbe hosszú évekre. Vádoljuk őket a megkínzott, megalázott honfitársaink nevébe. Vádoljuk őket a sortüzek áldozatainak nevében. Vádoljuk őket, mert kiölték az emberekből a hitet, a reményt, a morált és egy emberi tisztát élet reményét. Vádoljuk őket Mindszenty Bíborosért, az Istenhez hű papokért, akik börtönbe zártak hitükért. Mert erkölcsre, hazaszeretetre nevelték népünket. Vádoljuk őket, mert kifosztották az országot, hogy a dolgos magyar nép munkájából elveiket megtagadva lettek vörös kapitalistákká. Vádoljuk őket a magyar paraszt nevébe, akiket megfosztottak földeiktől, életterüktől, így téve kiszolgáltatottá őket. Vádoljuk őket történelmünk meghamisításáért. Mindig elsiratják az ellenségeink a magyar forradalmakat, mint a vénasszonyok. Azt állítják, hogy a forradalmainknak semmi eredménye nem volt. Hát lássuk csak 1848-at. Mutasson nekem bárki.
egy jobb ágyat? Vagy mikortól van Magyarországon nemzeti hadsereg? Remélem tudjátok. 1956 következményei, összeomlott az eurókommunizmus. A humanitét felgyújtotta a felháborodott francia tömeg. Az időtájt napi 25 ezer ember lépett ki a kommunista pártokból Európába. Kinek hiányzik ma Rákosi, Gerő, Révai, Farkas és gyilkos bandája? Hova lett az AVH? Mikor volt az utolsó beszolgáltatás? Mióta nincs kenyérjegy? Hova lett a szovjet hatalom? Mióta nincs jóvátételi kötelezettsége a Magyarországnak? Mert nekünk azt is kellett fizettünk. Csehországnak, Romániának, Szerbiának, Bulgáriának, Szovjetuniónak, és a jó ég tudja még, kiknek nem kellett fizetnünk. Ezeket a mondatokat mióta lehet így szabadon kimondani? Ezért legalább 8 évet kaptam volna annak idején. Kedves fiatalok, legyetek büszkék hazátokra, nemzetünkre. Ezt a hazát pusztította török, Habsburg, orosz, és ma már hol vannak ezek a birodalmak? De mi mindig itt vagyunk, az Úr akaratában. Köszönöm. Most felkérem Farkas András polgármester urát, tartsa meg beszélni. Tisztelt Pilis Csabaiak! 1956 azon kevés forradalmak közé sorolható a világban, amelyeket tiszta politikai forradalmaknak nevezünk. A magyarok egyetlen célkitűzése a társadalmi struktúra megváltoztatására irányult. Társadalmunk egésze teljesen alá volt rendelve a politikai államnak, nem volt olyan személyes kapcsolat, amelybe bele nem szólt volna az állam. Az elnyomás, a kínzások, a bebörtönzések, a szabadságjogok teljes megvonása olyan szintű ellenállást váltott ki, amelyhez nem volt még példa korábban. Először csak páran, a fiatalok kezdték megkérdőjelezni a rendszer létjogosultságát, vagy százan, ezren, tízezren, később több százezren, és végül egész Magyarország csatlakozott. Igazzá vált a mondás, valahányszor egy ember kiáll az eszméjért, vagy azért cselekszik, hogy másoknak jobb legyen az élete, vagy küzd az igazságtalanság ellen, egy apró reménysugarat küld. És ez a reménysugár találkozik a világ milliónyi középpontjából kiinduló többi reménysugárral, abból akkor erő jön létre, amely ez az ellenállás és az elnyomás legmagasabb falait is képes ledönteni. Pilis Csaba 1956. októberében példát mutatott összefogásból, önszervezésből, példát mutatott abban, hogy segít a bajban, és hogy befogadó. Megmutatta, hogy egy olyan hely, ahonnan jó kezdeményezések indulnak ki, egy olyan hely, amely értékes alakítója lehet saját korának. 1956-ban Pilis Csabát is érintette a forradalom, nem voltak komolyabb harcok, mégis több szálon részesei voltunk ennek a szent küzdelemnek. Többekkel beszéltem Pilis Csabán, akik akkor fiatalok voltak. Félelemmel teli várakozás, remény, ezek a leggyakoribb szavak, amelyek elhangzottak. Olyan idősekkel beszéltem, akik nálam is fiatalabbak voltak abban az időben. Mi fiatalok, és azt hiszem, ezt sokak nevében mondhatom, egy olyan kisváros szeretnénk, amelynek élő történelme van, amelyik büszke lehet a történetére, és amely tud építeni a történelmi tapasztalatokra. Pilis Csaba ilyen város. Sokszínű története van, és ha a legfontosabb pillanatoknál fellapozzuk ezt a folyamatosan bővülő történelemkönyvet, olyan történeteket találunk,
amelyekből mindnyájan tanulhatunk. Csend volt abban a két hétben. A főváros irányából sokszor hallani lehetett a fegyverropogást, esténként néha fényeket is látni lehetett egy-egy robbantás kapcsán a Kopárhága és a Fehérhegy irányából. Csendben szólt a Szabad Európa Rádió, sokfelé a faluban csendben rendezték be bútorokkal a pincéket az októberi hidegben, készülve a megmaradásra. Csendben tanácskoztak, fegyverkeztek, készülve a védelemre. Sok szobában pedig csendesen készítették össze a bőröndöket, készülve a menekülésre. Összefogás, önszervezés, védelem, segítség, befogadás és jó kezdeményezések. Ezeket a szavakat említettem. Ezeket az értékeket újra meg kell tanulnunk nekünk, a mai generációknak. Hogy mit jelentett Pilis Csabán ez 1956. ködös októberében? Pilis Csaba Budapest felé eső végén működött a 19. század végétől a két magyar katonai tábor, a mai katolikus egyetem helyén az északi, a Józsefinum helyén a déli. Ezekben a hetekben még magyar katonai táborok. Novembertől jó 35 éve szovjet táborokká alakultak. Solymosi János táborparancsnokot október 23-án egységeivel Budapestre rendelték a rádió épületéhez. Solymosi azt parancsolta a katonáinak, hogy ne lőjenek a népre. A Bródy Sándor utcában érve nem csak, hogy mellé álltak a forradalmároknak, de a Pilis Csabai katonák vették fel a harcot a civilekre tüzet nyitó karhatalmistákkal. Micsoda példa, bátorság, micsoda büszkeséget adó történet. Tisztelet az itt elesett Pilis Csabai ezred hőseinek, Albecker Rudolf honvédnek, Bajkai János honvédnek, Kőszegi Imre szakaszvezetőnek, Kráj János őrvezetőnek és Szabó Kázmér honvédnek. A Pilis Csabiak már október 25-én Nemzeti Bizottságot hoztak létre a Königféle Kultúrházban, és tanácselnökké választották Cigány Józsefet, aki a forradalom után az öngyilkosságba menekült, és akiről minden évben megemlékezünk a Pilis Csabai temetőben. A régi községházán pedig létrehozták a Pilis Csabai Nemzetőrséget, melynek nagyapám Zérejner Oszkár is tagja volt, és amelyhez rengeteg fiatal csatlakozott. Később megkurszolták őket, sokan életük végéig hátrányát szenvedték a kiállásuknak, de biztos vagyok benne, hogy ma is ugyanezt tennék. Önszerveződés és összefogás, kiállás a meggyőződésünkért, szavak, fogalmak, amelyeket nekünk is meg kell tanulnunk. Őrhelyeket állítottak az akkori fiatalok Pilis Csaba védelmében. Egyet Dorog felé, egyet Tinje irányába, egyet pedig Budapest felől. Ez utóbbi az egykori Sönek Gábor féle bolttal szemben volt a Tis, vagyis Asztal hegyen. Ma a boltot egy eurós boltnak, a hegyet Csaba Gyöngye lakóparknak hívják. A Dorog felé helyet Magdolna völgynek, a Tinje felé esőt Garancstetőnek. Kedves Csaba gyöngyeiek, Magdolna völgyiek, Garancstetőiek, kedves Pilis Csabaiak, tudjatok róla, építsetek ezekre a történetekre. Őrhely volt továbbá a Csabai Nagy Templom tornyában is, a település szívében. Ezek a fiúk egymás váltva figyeltek, őrizték a falut, főként november elején. Fegyver csak kipróbálása dördült el, tudták ők is, ha lőnek, a harckocsikkal Budapest felé tartó szovjet tankok rommá lövik a falut. Vigyáztak ránk. Őriztek minket az őrhelyekről. Vigyázzunk mi is mindarra, amit tőlük kaptunk örökül. Ebben a nehéz helyzetben is összefogtak a Pilis Csabai családok, és élelmiszert, adományokat gyűjtöttek és szállítottak Budapestre a rászorulóknak, és azoknak, akik elvesztették az otthonukat. Kis felüdülést, a szabadság leheletét hozta Pilis Csabára az a néhány időnként átvaduló segélyszállítmány konvoj, amely Bécs irányából vitt adományokat Budapestre. Ilyenkor a Pilis Csabai gyerekeknek vidáman integetve cukorkát szórtak az ablakba az önkéntesek. A Tishegy és a Kávária végi lőtér irányából november 4-én katonák menekültek a fővárosban és hozták a hírt, leverték a forradalmat az oroszok. Akkor már hajnalótva recsegve sugározta, készségbe esett a rádió,
újra és újra Nagy Imre szavait. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van, ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Pilis csabai családok befogadták és elbújtatták a házaikban ezeket a katonákat. Befogadás. Ma is az egyik legfontosabb feladat nekünk, Pilis csabaiaknak. Kedves Pilis csabaiak, összetartozunk. Mutassunk példát összefogásból, önszervezésből, példát abban, hogy segítünk a bajban, hogy befogadók vagyunk. Mutassuk meg, hogy egy olyan hely vagyunk, ahonnan jó kezdeményezések indulnak ki, egy olyan hely, amely értékes alakítója lehet a közeljövőnek. Pilis csabai elődeink, köszönjük a szabadságot! Megemlékezésünk végén énekeljük el közösen a szózatot.